Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, az Esti Mérleg című műsorunkat látják. Az idei év utolsó közgyűlését tartotta a Fejér megyei önkormányzat. A napirendi pontok között az év értékelése mellett köszönetnyilvánítások kaptak hangsúlyt, de egy jótékonysági célra is felajánlásokat tettek a tagok. Tartsanak velünk! A Gyermekvédelmi Központban nevelkedők és a Hungarikum együttes köszöntötte karácsonyi műsorával a Fejér megyei közgyűlés tagjait. Ezt követően Molnár Krisztián bejelentette, a Fidesz frakció gyűjtés szervez egy szerencsétlenül járt 4 gyermekes bodajki család számára. Erre a célra csütörtökön 460 ezer forint gyűlt össze. Molnár Krisztián közgyűlési elnök, Törő Gábor és Varga Gábor országgyűlési képviselők, Simon László kormány megbízott, valamint Teszeli Zoltán miniszterelnöki biztos és Galambos Dénes miniszterelnöki biztos felajánlásából, de segítséget továbbra is várnak, mellyel kapcsolatban a megyei önkormányzat bármikor szívesen rendelkezésre áll. Olyan döntéseket is hoztunk, amelyek adott esetben egy-egy család vagy egy szervezeti egység életét próbálják megkönnyíteni. Egyrészt a frakciónk nevében döntést hoztunk arról, hogy egy szerencsétlenül járt bodajki 4 gyermekes család számára gyűjtést indítunk, akiknek a háza 2 héttel ezelőtt sajnálatos módon leégett és lakhatatlanná vált. A közgyűlésen döntés született egyebek mellett a Szent György Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának 200 ezer forintos támogatásáról, de a Velencei Tó és térsége Váli Völgy Vértes térségi fejlesztési tanács illetékességi területének bővítéséről is szavaztak a tagok. Támogattuk a szülészeti és nőgyógyászati osztályt a Fejér megyei Szent György Oktatókórházban 200 ezer forinttal. Ők hála jó Istennek személyesen is megtapasztalhattam az elmúlt időszakban, hogy mennyire áldozatos és segítőkész munkát végeznek a szülőnők, anyák vonatkozásában. Emellett szervezeti kérdésben döntöttünk az általunk működtetett Velencei Tó és térsége Váli Völgy Vértes térségi fejlesztési tanács működési területének bővítése kapcsán. 3 Komárom-Esztergom megyei és 1 Fejér megyei település, a Fejér megyei Bodajkváros csatlakozni szeretne a fejlesztési tanácsunkhoz. Őket a mai döntésünkkel felvettük a tanácshoz. A tanácsról annyit érdemes tudni, hogy az elmúlt időszakban több mint 4 milliárd forint fejlesztést tudtunk megvalósítani a Fejér megyei önkormányzati hivatal hátterével, mint munkaszervezettel, mind a megyében, mind Komárom-Esztergom megyei tarjánban. Ezt a munkát szeretnénk folytatni, Teszeli Zoltán miniszterelnöki biztos úr segítségével. Újabb jelentős forrás, több mint 800 millió forintot nyertünk a munkánk folytatására, 100%-osan hazai forrásból kormányzati támogatással. Ezt a munkát szeretnénk a jövőben folytatni. Távlati terveink között szerepel egészen a fejlesztéseink esztergomig történő befejezése. Számunkra nem csak szimbolikus, hanem ténylegesen nagyon fontos döntés volt. Túsvárfürdő városával való testvérkapcsolat létesítése céljából egy alapdöntéshozatal. A Bethlen Gábor alap vonatkozásában pályázati lehetőség nyílik pénzforrás szerzésére, és ebből a forrásból szeretnénk mi Tusnádfürdővel egy aktív kapcsolatot kiépíteni. Tusnádfürdő a nemzeti összetartozás példaképévé vált, olyan nemzeti, magyar és keresztény hagyományőrzés zajlik, amely minden határon túli testvérünk számára példaértékű és erőt adó tevékenységehez szeretnénk mi is csatlakozni. Az év kapcsán meghallgattuk a legfontosabb beszámolóinkat, számoltak bizottsági elnökeink, tanácsnokunk, a Hungarikum bizottságunk vezetője az éves munkájáról. Az utóbbit ki szeretném emelni, hiszen nagyon sikeresnek értékelem az elmúlt években elindított értékőri tevékenységünket. Fejér megyében immár a 46 megyei érték áll rendelkezésre, és a
ahogy a mai közgyűlésen is elhangzott, idén újabb két fontos pályázati forrás sikerült nyernünk az értékőri munkánk folytatására. 3 millió forintot nyertünk az általános és középiskolások felkészítésére, értékőri tevékenységbe való bevonására, és 1 millió forintot nyertünk a meglévő értékeink népszerűsítésére, kiadvány és adathordozó létrehozására. Az előbbi kategóriát azért is kiemelném, mert az előző országos felhívásban, amelyen több mint 320 csapat versengett a döntőben, a Fejér megyei, nevesítve a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium a középiskolások versenyében első helyen végzett. Ez azt gondolom, hogy egy jó visszacsatolása a mi megyei értékőri tevékenységünknek. Balogh Gábor, a Fejér megyei Értéktár bizottság elnöke kiemelte, a Hungarikum pályázat célja a helyi és az országot jelképező értékek iskolai oktatásba történő becsempészése. A tavalyi évhez hasonlóan, ahol szintén nyertünk egy, a mi Fejér megye kincses ládánk névvel egy ilyen Hungarikum és megyei értéktár vetélkedő programot, idén is a minisztérium jóvoltából ezt újra megtehettük, hogy pályázunk erre, és sikeresen is pályáztunk, megnyertük az ehhez szükséges összeget, amit egy kicsit tovább bővítettünk, mint az előző év vetélkedőit. Pár feladattal és pár mozzanattal ezt megtoldottuk, mind szakmailag, mind pedig mind szellemileg. Annyit kell tudni erről a vetélkedőről, hogy elsősorban a vetélkedőnek az a célja, hogy nem csak a mi megyénkben, hanem egész országban, hiszen minden más megyei értéktár is nevezett erre a vetélkedőre, az iskolások, a diákok számára megismertessük, bemutassuk ezeket az értékeket, és a végső célja ennek az lenne, hogy felkeltsük a pedagógusok érdeklődését, és majdan a jövőben ezeket az értékeket az iskolai oktatásban is be tudjuk vinni, hogy a gyerekek egy pár órában, fakultatív órák keretén belül tanuljanak mind a helyi értékükről, hiszen nagyon fontos a helyi érték ismerete, mert a helyi identitást növeli, valamint az országot jelképező, fényjelező hungarikumokról is tudjanak a gyermekek, hogyha külföldre látogatnak, vagy esetleg olyan helyzetbe, szituációba kerülnek, ahol igazán ki kell állni a magyarságukért, akkor legyen a tarsójukban olyan kártya, amivel büszkén be tudják mutatni az országunkat. Ez a jelenlegi vetélkedő általános iskolás 7.-8. és középiskolás 1.-2. osztályok számára írtuk ki. Talán ez az a korosztály, akiket még be tudunk nagy érdeklődéssel vonni ebben a vetélkedő sorozatban. Először egy online fordulóra kerül sor, amit a Fejér megyei honlapról lehet majd letölteni. Ez két fordulós lesz, két online fordulós lesz, ahol különböző teszt-szerű feladatokat kell kitölteni, illetve lesznek egy-két ilyen esszészerűen kidolgozó feladatok, és ezt követően kerül, az online fordulót követően kerül sor a úgymond fizikális döntőre, a megyei döntőre, ami itt a megyeházán kerül majd megrendezésre. Ez jövő év március 21-ére tervezzük ennek a döntőnek a lebonyolítását. Itt a döntőn itt különböző játékos, ügyességi feladatok lesznek. A csapatoknak be kell mutatniuk saját településüket, saját településükről rajzot kell majd készíteniük, és egyéb más olyan ügyességi feladatokat fogunk eléjük állítani, ami során bebizonyíthatják azt, hogy milyen felkészültséggel vannak a hungarikumokból és a megyei értékekből. A vetélkedőre a jelentkezés lapokat szintén a Fejér megyei honlap megyei értéktár részéről tudják letölteni a csapatok, illetve a pedagógusok. A jelentkezési határidő az idei 2018. december 21-e, és ezután kerülnek az online feladatok fel szintén ugyanerre a honlapra, ahol azokat letöltve és visszaküldve nekünk tudjuk majd a feladatokat értékelni, illetve a helyezéseket rangsorolni, hogy ki az, akik a fizikális megyei döntőn itt a megyeházán részt vehetnek. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel a megyei döntővel nem elsősorban az a célunk, hogy egyfajta versengést hozzunk létre a diákok, illetve az iskolák között, hanem sokkal inkább célunk az, hogy egy játékos
inkább tanító jellegű közösségi szellemet hozzunk létre. Próbáljunk egy kicsit a diákok körében, a fiatalok körében is egyfajta közösséget létrehozni, ahol együtt beszélünk, megnézzük, megszagoljuk, megízleljük a környezetünk értékeit, hiszen az egésznek a koronája, a csúcsa az ez lenne a vetélkedőnek, hogy ezeket az ismereteket megfelelő módon a mindennapi életünkbe beépítsük, illetve beépítsék a fiatalok. De a határozatok lejártáról szóló beszámolót is elfogadtak a testület tagjai, és technikai döntéseket is hoztak. A megyei közgyűlés elnöke sikeresnek értékelte a 2018-as évet. A legfontosabb az, hogy úgy gondolom, hogy a törvényi feladatainknak, mind az önkormányzatokról szóló törvény, mind a területfejlesztési jogszabályok alapján maradéktalan eleget tudtunk tenni. A legfontosabb feladatunk immáron 2012. január 1-i óta a települések fejlesztése, település és területfejlesztés. Ennek kapcsán a terület és településfejlesztési operatív program, rövidítve TOP forrásainak elosztásában vettünk részt döntéshozóként, most döntéshozóként, korábban előkészítőként, tervezőként. Ennek a legnagyobb eredménye az az, hogy a megyei keretünknek több mint 98%-át döntésformájában a településekre tudtuk segíteni. Ez körülbelül 35 milliárd forint segítség a településekre, olyan beruházásokra, mint felszíncsapadék, vízelvezetés, óvoda, bölcsőde, egészségügyi alapellátás fejlesztés, hivatásforgalmi úthálózat fejlesztés, épületenergetikai korszerűsítés, iparfejlesztés, helyi gazdaságélénkítés. Tehát ténylegesen olyan beruházások, amely a helyben élőknek az igényeit, a komfortját növelik, illetőleg az igényeit kielégítik. Ez talán a legnagyobb eredményünk. Szó volt az értékelés tevékenységről. Én ezt mindig az elsők között szoktam kiemelni, hiszen aki a hagyományt, a múltat nem őrzi, nem ápolja, annak szerintem jövője sincs, ezért kimagasló fontossággal bír a megyénk szempontjából az értékőri tevékenység, aminek kapcsán, ahogy elmondottam, elég pozitív visszajelzéseket és visszacsatolásokat kapott a megye. Ezeket folytatni szeretnénk. Szintén folytatni szeretnénk a települések minden területen való segítését, nem csak a TOP források tekintetében. Ez a legegyszerűbb tervezési fázisoktól kezdve a területrendezési eszközeinken túl, véleményezési, illetve jóváhagyási eszközeiken túl egy olyan fajta közbenjárás, amely a mindennapjaikat szintén segíteni tudja. A nagyon nagy érték a megyénkben a Velencétó Vértes térségi fejlesztési tanács tevékenysége. Szintén említettem, hogy a legújabb kormánydöntésnek köszönhetően immáron közel 5 milliárd forintból tudott a megyénkben fejlesztés megvalósulni és folytatódni ezek a fejlesztések Komárom-Esztergom megyében. Számomra szintén nagyon fontos és nagyon jó üzenettel bír az, hogy a közgyűlési munkánkhoz egyöntetű támogatást kaptunk az egész évben, mind a megye országgyűlési képviselőitől, mind a kormányhivataltól, de azt gondolom összességében a települések több mint 90%-ától is így tudtuk ezeket az eredményeket elérni. De a legutolsó sorban, de nem a legvégső helyen, ami számunkra legfontosabb, az a lakosságnak a megelégedettsége. Ezt hivatalos formában is mértük az elmúlt időszakban. Az elmúlt 3 év viszonylatában a 5-ös skálán több mint 4-esre értékelte a Fejér megyei lakossága megyei önkormányzat által megvalósított fejlesztéseket, életminőségjavító dolgokat. Ez mindenképpen szerintem egy olyan visszacsatolás, hogy jó úton haladunk. Természetesen ezt a munkát folytatni szeretném. A megyeházán jótékony célú adventi vásárt is szerveztek csütörtökön a Fejér megyei önkormányzat és a Fejér megyei kormányhivatal szervezésében, a Fejér megyei gyermekvédelmi központ és a Fejér megyei integrált szociális intézmények megsegítésére. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!